Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargitay György vagyok, mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyvem elnevezésű YouTube csatornán. És gyakorta van úgy az ember, hogy nincs kedve sok időt eltöltet a könyhában, főleg így, hogy jön a jó idő, az ember egyre inkább vágyik a szabadba, és nem akar bezárkózva lenni a konyhába. Ilyenkor két dolgot tehet, pontosabban hármat. Az egyik, hogy rendel valamit, de ugye azért az, hogy magunknak főzünk, sokkal takarékosabb, meg sok szempontból azért jobb is. És akkor marad az a két dolog, amelyikre az elején utaltam. Vagy egy olyan ételt főzünk, ami ripszopsz elkészíthető, tehát fél óra alatt összedobáljuk, mondjuk egy serpenyőbe, és kész van. Vagy egy olyan ételt főzünk, amit szintén előkészítünk, és utána hiába hosszabb az elkészítése, de azt az időt már mondjuk a sütő végzi el az ember helyett, és az alatt is lehet tevékenykedni. Én ma egy ilyen ételt hoztam önöknek, ez a tepsis tarja, amit én nagyon-nagyon szeretek, előszeretettel készítem, tartsanak velem! A munkát a köret készítésével kezdjük. Ehhez 2 kg krumplit megtisztítottam, tehát most én dupla adagot fogok készíteni, egy ilyen 8 főset, és ezt a krumplit olyan 4 mm vastag karikákra vágom, és már mehet is a tepsibe. Következzék a hagyma. Ehhez a mennyiséghez minimum 50 deka, de akár 1 kg vörös hagymát is tehetünk, semmi más teendő nincs vele, megtisztítjuk, és pontosan ugyanolyan vastagon, tehát 3-4 mm vastagon fölkarikázzuk, és már szórjuk is rá a krumplira. Nézzünk alternatív dolgokat, ami rákerülhet. Nekem van ragyogó, főtt, füstölt császárszalonnám. Én ebből biztos, hogy teszek bele egy olyan 10-15 dekát, ilyen 1 centis kockákra vágva, csak hogy ezt a köretet egy kicsit megbolondítsa. De ugyanígy lehet beletenni, ha van otthon mondjuk egy 20-25 deka csiperkegomba. Az mehet bele cikkekre vágva. Ha van nekünk otthon esetleg egy-két paradicsom vagy paprika, az is mehet bele kisebb kockákra vágva. Tehát itt most egy nagyon picit szabad keze van mindenkinek. Annyira árván tekintett rám ez a kis maradék füstölt szalonna, hogy úgy döntöttem, hogy ez is még megy hozzá. És ugye egy ilyen köret, nem köret, fokhagyma nélkül. Ehhez a mennyiséghez kell nekem mondjuk 5 gerezd fokhagyma, amit félbevágok és mindjárt pépesre zúzok, és a húshoz is kell nekem egy 5 gerezd, úgyhogy most azzal fogok foglalatoskodni, hogy itt jó sok fokhagymát félbevágok, mármint a gerezdeket, és utána szokás szerint a késnek a fokával pépesre zúzom pillanatok alatt. Tehát mehet rá a fokhagyma, 4-5 gerezd, még egyszer mondom, ehhez a mennyiséghez. És nekem van egy ilyen nagyon nagy tepsim, de valószínű, hogy önöknél nem lesz, úgyhogy akkor inkább 2 tepsibe tegyék, és a sütés fél idejében mondjuk cseréljék meg a tepsiket, ennyi az egész. 2 kis kanál só garantáltan kell rá, sőt ez a 2 legyen inkább 3, és akkor azt mondom, hogy az másfél evőkanál sónak felel meg. Tehát 3 kis kanál vagy másfél evőkanál só. Menjen rá olvasztott sertés zsír. Ez egy olyan 8 deka körülbelül. Kell hozzá egy jó evőkanálnyi piros paprika, majorána szintén elmorzsolva körülbelül egy olyan evőkanálnyi, így megborsozom, és alaposan összekeverem. Tulajdonképpen ez nagyon hasonlít a pékné krumplira, csak itt ugye karikákra van vágva a burgonya is, és a hagyma is, nevezetesen azért, hogy a tarját majd ragyogóan rá lehessen ültetni. Amikor ez megvan, kézmosás, és kezdődhet a hús előkészítése. Ez itt 1 kg sertés tarja, amit ugye azt beszéltük meg, hogy 8 adagos az étel, akkor 8 szeletre fogok vágni. Ezt körülbelül megpróbálom így először gondolatba elosztani, és amikor ez megvan, akkor kezdem is szeletelni. Amikor ez megvan, a húsokat egyenként kikloffolom. Ha valahol nagyon vastagnak tűnik, akkor ott lapjában egy kicsit bevágom és kihajtom, így sokkal könnyebb kloffolni. A hús széleit
inas részeit bevágom, és közben már be is kapcsolom a sütőt olyan 140 fokra légkeverőre, sima sütő esetén inkább 150 fokra. A hússzeletek mindkét oldalát megsózom. Ehhez nyugodtan mindenki mérjen ki az egyik tenyerébe olyan egy csapott evőkanál sót, és ez lesz az, amit bátran elhasználhat ehhez a mennyiségű tarjához, különben sótlan lesz a pecsenyéje. Fölolvasztottam olyan 8 deka sertés zsírt. Teszek hozzá egy kis kanál erős pistát. Megy hozzá 1-2, de inkább 3 kis kanálnyi mustár. És megy hozzá egy olyan 4-5 gerezd, akkor attól függ mekkorák voltak a gerezdek, zúzott fokhagyma. Ezt a pácot, amennyire csak tudom, simára keverem, és most egyenként beleforgatom a tarja szeleteket. De még nem teszem őket tepsire, mert ugye az a cél, hogy egyenletesen jusson minden húsra a fűszerből. A zsír nem volt elég, nem tudom olyan szépen eldörzsölni a húson, ezért simán teszek hozzá mondjuk egy 2-3 evőkanál olajat, és ennek a segítségével fogom most már szépen mindenhova elvinni a fűszereket az összes húsra. És amikor ez megvan, ráfektetem a hagymás krumplis, hagymás szalonnás krumplira. Ennél a mennyiségnél nagyjából 2 deci vizet öntök az egész alá, ez majd sütés közben természetesen elpárolog, de mindenképpen segít abban, hogy az elején jól párolódjon a krumpli. Alufóliával letakarom, és a 140 fokos sütőben 1 órán át sütöm. Akkor pedig megnézzük, hogy hogy áll, és majd vissza fogjuk tolni egy nagyobb hőfokra pirulni. Fontos, itt most van időn, gyorsan rakjunk rendet, mert utána jól lakottam, már nem lesz hozzá kedvünk. Fontos, a fóliát soha ne magunk felé bontsuk le, hanem ellenkező irányba, hogy a forró gőz arra távozhasson, mert ezzel is csúnyán megégethetjük magunkat. Eltelt 1 óra, egészen biztos, hogy a krumpli vajpuha, a hús vajpuha, van rajta kellő szaft. Én például azt nagyon szeretem, hogyha szaftos egy étel. Egy dolog van még hátra, hogy színt kapjon minden. Ehhez a hús alól egy kicsit kihúzom a köretet, hogy jobban meg tudjon pirulni, és érzésem szerint olyan 190-200 fokos sütőbe, inkább 200 fokos sütőbe, fölső sütésre, akinél van választási lehetőség, tehát fölső sütésre, visszatolom egy olyan 10-15 percre, adok neki egy kis színt, és már tálalok is. Végül is 10 percet sütöttem még ezen a 200 fokos fölső légkeverésen, természetesen, aki gondolja, lehet még egy kicsit tovább pirítani. A lényeg, hogy savanyúságokkal kell tálalni, tányérra szedjük a krumplit, rárakunk egy jó képű tarját, így a tepsiben összegyűlt szaftjával lefényezzük a sült tarját, és gyakorlatilag kész is vagyunk. Akinek szimpatikus volt a tepsis fokhagymás tarja elkészítése, kérem nyomjon a videóra egy lájkot. Aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt gondolom jó, ha megteszi, hiszen most már több mint 280 főzős videóból válogathatnak. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, minden jót kívánok Önöknek!